Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Mondjuk el az Om Nám mantrát 7-szer közösen. Köszönöm szépen. Vajon tényleg hallottuk-e, hogy honnan jött a hang? Az ember a legkíváncsibb lény a világon. Évezredek óta keresünk valamit, ami nem kézzelfogható. Amit nem fogunk soha anyagba önteni. Ami valahol belül választ ad arra a kérdésre, hogy kik vagyunk valójában, és mit keresünk itt ezen a bolygón. És ami a legfontosabb, hogy mi a dolgunk egymással. Az ember egy olyan lény, aki soha nem fogja ezt a keresést feladni, egyszerűen azért, mert olyan erők nyomása alatt áll, mint például a mulandóság, mint például a feltételhez kötöttség, mint például a teremtettség, hogy amit teremtünk, úgy tűnik az van, amit nem teremtünk, az nincs. Elgondoltad, hogy ha 200 évig élnénk, akkor milyen kényelmes lenne az a földi élet szempontjából, hogy mi mindenre lenne még időd? Lehet, hogy az első pillantásra így tűnik. De hogyha 200 évig nem is tudnál kilépni innen, az pedig olyan lenne, mint egy nagyon hosszú börtönbüntetés. Hatalmas szabadságnak gondolhatnád, és kiderülne, hogy mondjuk 200 év alatt mennyi felelősséget is kéne viselni a nagy szabadság mellé. Az, hogy az ember teremtő és teremtett egyszerre, talán a legnehezebb elfogadni. Nézd meg, hogy különböző világnézetek mennyire az egyiket hangsúlyozzák, te csak teremtett vagy. És a teremtő az valaki más, valami más. Vagy pedig nagyon csak a teremtő aspektusra helyezik a hangsúlyt, hogy te ez vagy, meg az vagy, meg amaz vagy, de egyébként nem kakilsz, és nem pisilsz, és nem vagy tökéletlen, és nem élsz és halsz, hanem te vagy a teremtő maga. Kicsi szikrában, vagy nagy, többkötetes kiadásban, most szinte mindegy. De azt tudomásul venni, hogy a kettő egyszerre van meg az emberben, a teremtő és a teremtett, a látható és a nem látható, a feltételhez kötött és a megszabadult, ez így egyszerre nagyon kevés irányvonalban van meg. Márpedig a zen az a teljességre törekvő és a teljes valóságot tapasztalandó út, és éppen ezért inkább kérdezzetek, semmit engem hallgassatok. Beszéltem a mulandóságról, rövid az idő. Kinek van kérdése? Szeretném, kérlek, ha segítenél abban, hogy a befejezettséget, azt ne veszteségnek, hanem tisztulásnak éljen meg. Mi az, amit elkezdtél, de nem fejeztél be? A legfontosabb az életedben. Az élet. Nem, az te magad vagy. Az élet az egy általunk kreált fogalom. Fáknak nincs ilyen problémájuk, állatoknak sem. Az a legnagyobb problémánk, hogy megszülettünk, de nem tudjuk, hogy mikor fogunk meghalni. Tehát ez a legelső befejezetlenség. Az elsősorban azt kell itt belül realizálni, hogy az élet az a halálig befejezetlen, és nem tudod, hogy ennek mikor van vége. Ehhez képest minden más kezdhető és befejezhető.
ha a befejezetlenség az valahol menedéknek tűnik, az azt jelenti, hogy ragaszkodsz az élethez. Ha csak befejezetként, véglegesként tudsz elfogadni valamit, a másik szélsőség, az pedig inkább a túloldalban való menedék. Az, amikor elveszíted az uralmadat egy folyamat felett, az a befejezettséggel biztos megvalósul. Hiszen már nem csinálod tovább. Számodra annak vége. De akkor uralni sem tudod. Tehát a kezdő szellem az nem jelenti azt, hogy befejezettség állandóan. A kezdő szellem azt jelenti, hogy mindig, minden nap újra törekszel, újra próbálkozol, akármilyen állapotban is van az adott projekt, vagy életterület, vagy emberi kapcsolat. Miért? Mert jön a másik. Tehát az életet nem fejezzük be, testet váltunk. Ha az életek sorozatát veszed, akkor van egy kis szünet, aztán egyik inkarnációból jön a másik, a lélek, mint a gyertyaláng, megy egyik gyertyáról a másikra. Tehát az életet, a testesüléseket nem tudjuk befejezni, mint sorozatot. Darabjait igen, megszületsz, meghalsz. Nem csak neked, hanem más gyakorlóknak is javasoltam egy játékot, amit eljátszhatsz úgy, hogy készhez kapsz egy szöveges üzenetet, hogy 10 perc múlva meghalsz. És semmi fájdalmas nem lesz benne, semmi szenvedésteli nem lesz benne, nem fenyeget senki. Csak 10 perc múlva kilépsz ebből a testből, viszont az alatt a 10 perc alatt te bármit csinálhatsz, és az megvalósul. Bármilyen karmát kirakhatsz magadból, befejezhetsz. Bármilyen karmát beemelhetsz, elkezdhetsz. Viszont az a lélek, aki 10 perc múlva elkészül, az megy a következő inkarnációba. Mit fejeznél be? Mit hagynál függőben? Mit kezdenél el? Mihez nem nyúlnál? Lenne munka? Lenne kapkodás? Lenne egy kis pánik, hogy Úristen, nem elég, hogy így kezdtem el a mostanit, de hogy így fogok tovább menni, és a következőt is így kezdem el, az már nagyon nagy baj. Úgyhogy így kell ezt a kezdést, befejezést, és hát a legfőbb nézet itt az, hogy ezt nem magunkért tesszük. Nem magunkért leszünk olyanok, amilyenek. Igen, fontos az ember integritása, az, hogy megállj magad előtt, hogy tudj értékeket felmutatni. De ezt elsősorban nem magadért teszed. Úgyhogy úgy kezdj, és úgy fejezd be, hogy az magadat és másokat egyaránt a felébredés útján vigyen előre. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Itt? Máté indult üzletbe autóval, és nem volt nála telefon, én ezt tudtam. De viszont valamit elfelejtettem neki mondani, és egy pillanat erejéig jött egy gondolat, na most fuss! És én nem gondolkoztam, és futottam, és kb. A lányház fölkanyarodó útnál értem utol az autót, és meg tudtam neki mondani, hogy mit szeretnék. És ez a pillanatnyi villanás van mostanában egy pár. És ha igazán a pillanatban jövök és figyelek, akkor ez egy jó információt ad nekem. A kérdésem az, hogy igazából a tisztánlátás és tisztán a pillanatban lévés mindenre megadja a választ nekünk, vagy nem. Hogy képes úgy vinni az életünket, ott vagyunk tisztán, és megadni mindent, amire szükségünk van, hogy igazán nem kell nagyon sokat tanulni hozzá, és mármint könyvekből. Hát, ha leszámítom a szakácskönyveket, igen. Japánban a Hiei hegyen vannak a maraton szerzetesek. Ők is csinálnak 100 napos elvonulásokat, csak ők hajnali 2-kor már fölkelnek, és nagyon-nagyon sok kilométert futnak reggel 10-11-ig, és utána már mással foglalkoznak. Közben a kijelölt pályán mennek csak, és vannak szentélyek, szobrok, ahol megállnak, pihennek, illetve pihenésképpen leborulnak egy pár, aztán futnak tovább. Ez a szatori és a futás együtt.
Ez egy atletikus szerzetesség. Te is az atletikus szakácsok közé tartozol, amikor kattan, akkor futsz. És ez nagyon jó. Az igazi kérdés, hogy ez az intuíció tényleg onnan jön, ahonnan jönnie kell. És az elme nem szólt-e bele. Tehát, hogyha nagyon tisztán csinálod, akkor a pillanat teljessége az ebben az intuitív mozdulatban nyilvánvalóvá válik, helyzetfelismerés, kapcsolat, cselekvés, puff, már meg is csináltad, gondolkodás nélkül. Viszont ha ellenőrzöd, hogyha ismételni akarod, hogyha bebiztosítani akarod, és nem mész vissza ebbe a pontba, teljes kezdőhelyzetbe, akkor elkezdünk maradékokat melegíteni, elkezdünk utánérzésből dolgozni, elkezdünk másodlagosak lenni a saját spontaneitásunk, tiszta tudatunk mögött. És ekkor van az, hogy látod, hogy copycat, hogy valamit másol. Ha úgy érzed, hogy teljesen tisztán jelen vagy a pillanatban, hogyha úgy érzed, hogy ez nagyon-nagyon illet, akkor merd elengedni. Merd magad mögött hagyni. És teljesen kezdőhelyzetből újra csinálni az egészet. És bejön az a paradox, hogy igen, a tapasztalatra szükség volt, de a tapasztalathoz való ragaszkodásra nincs szükség. Nekem az a kérdésem, hogy mi a helyzet akkor, hogyha valaki elkezd gyakorolni egy szellemi úton, bármelyiken, és azt tudom, hogy nincs cél, meg ilyesmi, de elér egy szintre. Miért ne lenne cél? Ha megnézed, az ember nagyrészt olyan célokat tűz ki a magasságosban, a transzcendensben, amelyek elérhetetlenek, viszont nagyon jó az irányukba menni. Ha elér egy szintet, akkor mindig van följebb. Ha elér egy szintet, akkor a helyes tanítás, a megfelelő tanító rávilágít, hogy nincs vége. Nincs vége. Tehát őszentsége a Dalai Láma, fantasztikus ember, fantasztikus gyakorló, és amikor azt mondja, hogy amíg akár egyetlen ember a szamszára körforgásában van, és szenved a téves nézetek, kapzsiság és harag hármasától, addig szülessem én újra megszabadítani őt. Be tudjuk fejezni? A mostani statisztikákat látva nem. Tehát sokkal gyorsabban termeljük újra a szenvedést, mint a megvilágosodást. Azért jó ez, mert hogyha itt meg lehetne állapodni a nagy szamádi gyönyörűséges manifestációjában, magyarul, hogy már megmentettünk minden lényt, már tökéletesen megvilágosodtunk, akkor ez az elértség, ez úgy ránk égne, olyan kemény kéreggé szilárdulna, hogy azt az énséget levetni, hát nincs ez a Buddha, nincs ez a zenbot, amelyik lefeszegeti rólunk azt az egoitást, ami az elértséggel párosítható. De ezért jó ez, hogyha elért valamit, akkor jöjjön egy következő interjúra, addigra kireszelek egy teljesen friss kuant, egy 209-et, azt még nem tudja. Jöjjön. Tehát, hogyha elért a gyakorlásában egy szintet valaki, és utána ő azt hiszi, amit most mondtál, hogy elért valamit, és abba hagyja. És ő ezt nem teszi továbbiakban, hanem próbál abból élni, amit már elért, akkor mi történik ezzel az emberrel? Nagyon valószínű, hogy lezuhan. Tehát ilyenkor, ha nem kapott vitorlázó repülő tréninget, akkor nem tud fönnmaradni. Tehát az egy óriási dolog, hogy a legtapasztaltabb pilóták azok több napig egyenketten, még egy hétnél tovább is fönn tudnak maradni, ha megfelelő áramlatokat találnak, termikeket, vagy egyéb ilyen fölfelé áramló légtömegeket. És a karma is lehet ilyen, tehát amikor valakit elkap a szerencse emelkedő légáramlat, akkor elfelejti azt, hogy őt bizony nagyon nagy erőfeszítés húzta föl addig a magasságig, azt nagyrészt ő tette többekkel együtt, a tanító, tanítás és tanítványi közösség segítségevel. Amikor nagyon jó sorunk van, erről el tudunk feledkezni. És ekkor megszűnünk gyakorolni, mert hát minek? Már benn vagyok a tutiba. Ugye? És ekkor a legapróbb rezdülésre elindul lefelé az egész,
És hogyha elszoktunk a gyakorlástól, akkor olyan könnyen nem fogunk visszaszokni rá. Miért? Hát én már jó vagyok. Nekem már megvan. Nekem már olyan tiszta tudatom, hogy papírom is van róla. És ekkor a szuperszatva átzuhan a különböző eddigi létrétegeken, és ez elképesztő sötét feketeségben tud megállni. Miért? A legdurvább példa mondjuk a szerzetes, aki az életét gyakorlással töltötte 40 évet, és akkor utána egyszer csak abba hagyja. A szerzetes azért lett az, egy szatvikus társadalomban, alapesetben, mert a rajaszt, a tüzet elutasította. Hiszen tudja, ahogy a Buddha is mondta, hogy lángban áll a világ, mi gyújtott a lángra, a harag tüze, a kabzsiság tüze, és lángban áll a világ. És akkor a rajaszból, a normálisnak mondott, de egyébként nem normális társadalomból, semmit nem fogad el. Egy darab fogódzója nincs, hiszen elutasítja ezt is, azt is, amazt is. Tehát ő nem lesz tűzoltó, katona és vadakat terelő juhász. Biztos. Mert neki az egész nem jó, úgy, ahogy van. Csak gyakora, csak egyszer csak beüt a tökéletlenség, a hitetlenség, a frusztráltság, hogy ő még most se ért el semmit, vagy már elérte, ugyanaz a probléma. És ekkor elengedi a kolostort, a társadalomban nem marad meg, és lezuhan valamilyen nagyon sötét, nagyon mély létrétekbe, betegségtől a bűnözésig nagyon sok minden előfordulhat. Ezt hívják teljes iránytévesztésnek és talajvesztésnek. Úgyhogy a bódhiszatvának eleinte a saját szenvedése a hajtóanyag. És hogyha ez a saját szenvedés kifogy, akkor át kell váltani másféle hajtóanyagra, az a másik ember szenvedése. És hogyha mind a kettő kifogy, akkor teljes nihil van, teljes borzalom van. Itt most a tiszteletre méltó 90 napot itt töltőkhöz szólok, ugyanis nagyon nagy a zen halálozási arány a 3 hónaposok között. Nem azt jelenti, hogy te meghalsz, hanem az, hogy aki idejött és 3 hónapot egyszerre megcsinált, az nagyrészt utána eltűnt. És azért tűnt el, mert azt hitte, hogy ő megcsinálta, hogy ő egy szinten már van. És ő neki már így visszajárni ebbe a templomban, minek? Hát szolgáljanak ki mást. Addig őt szolgálta ki, most szolgáljanak ki mást, mert ő már megvan. És mindig mondom, és most a körbeszélgetésen február végén is hallani fogod, fantasztikus, hogy ezt megcsináltad. Gyönyörű, sima és fényes az arcod, de hogy ez így is maradjon, az a rendszeres gyakorlásra szükség van. Tehát ha ezt az ember abba hagyja, akkor visszazuhan maga és mások szenvedése alá. Miért? Mert az elején legalább elismerte, hogy baja van, és elkezdett valamit. Amikor így befogja a szemét és a fülét, akkor se a maga, se a másik szenvedésére nem marad nyitott. És egyre vastagabb az a kérek, hogy én. És így nagyon erős traumának, vagy ébresztő mozzanatnak kell történni, hogy ebből ő fölébredjen. Ha a dharma tanítói fogadalmakat megnézed, a 10. az így szól, hogy soha nem gondolom azt, hogy utam végére értem. Soha nem nyilvánulok meg abban a szellemben, hogy én beérkeztem, és nincs tovább. És hogy a tisztánlátásomat sem a magam, sem a mások véleményei nem ködösíthetik el. Tehát kétféle veszélyes tanítás van. Az egyik, amelyek azt mondja, hogy te egyáltalán nem haladhatsz az úton. Szóval olyan nincs, hogy te fölébredj. A másik, ami ennél még veszélyesebb, hogy te már bizony Buddha is vagy. Te már bizony te a legfensőbb és felülmúlhatatlan felébredés tökéletes birtokában vagy, mert akkor ugyanúgy nem halad. Tehát az, hogy haladhatsz, felébredhetsz, letisztulhatsz, ebből megtettél már 0,5%-ot. Nagyon köszönjük, a világ nagy része még ennyit se, de még 99,5% hátra van. Ez lenne a legegészségesebb. De aki eldobja a lasztit, bármilyen transzcendens ösvényen, és a folyamatos tapasztalásról lemond azért, mert ő már kész, életekre elsáncolhatja magát. Volt egy tanítványom 2000-es évek első dekádjában, ő kiment Koreába, hogy 1 évet ott tölt.
És abban legalább egy 3 hónapos elvonulás benne lesz. Végül is körülbelül 1/2 évet töltött ott, a 3 hónapos elvonulás benne volt, meg akart szabadulni bizonyos szokásaitól, enyhe szenvedélyétől, és amikor hazajött, akkor ez mind megvolt. Tiszta volt. A szokásai nem kontrollálták, és mondtam neki, mert tényleg volt miért gratulálni, hogy ez fantasztikus, amit csináltál, csak most egyre kérlek, ne ülj rá az eledményre, és itthon ugyanazzal az alázattal, szerénységgel, amivel Koreában kellett gyakorolnod, folytasd. Nem miattam. Magad miatt és a szanga miatt. Nem tette, és 1/2 éven belül mélyebben volt, mint mielőtt kiment. Utána beindult olyan változás, ami nem csak rajta múlt, hanem ilyen nagyobb volt, és teljesen eltűnt. És én meg nem az vagyok, aki így utána nyúl, hogy ja, hát itt voltál, és 1 éve nem láttalak is, neked most jönnöd kell, mert, hanem mindenki a saját poklából fog tanulni. Úgyhogy Trungpa Rinpoche mondatával zárom ezt a válaszomat. Volt egyszer egy dharma beszéd, ahol tényleg a legjobbját nyújtotta, és az, aki ott volt, és már idősen került a zen szangába Amerikában, ő mondta, hogy a végén mindenki ilyen áldást érzett, és meghajolt, és teljes átszellemültséggel volt jelen, és ezt a Rinpoche-t nem tudta nem fölfogni, hát sokkal kisebbeket fölfog, és mondta, hogy ti most úgy érzitek, hogy a dharma áldása rajtatok van. Én valójában most sajnálok titeket. És megkérdezni, miért? Azért, mert tényleg hallottátok a dharmát, és már nem tehettek úgy, mintha nem hallottátok volna. Így. Tehát így lehet univerzális felelősségről, bodhiszattva útról és egyebekről beszélni, hogy a mélyszerkezet ez, amit elmondtam. Hát ha nem minden lényért gyakorolsz, előbb-utóbb kifogy az üzemanyag, és le. És le. És aztán van olyan minőség, ami már emberhez méltatlan. Miért? Mert már láttad a magasabbat, tapasztaltad a nemesebbet, élted a tisztábbat. De ha valaki túl büszke ahhoz, hogy ezt ismét meglépje, nem elég alázatos, hogy újra kezdje, a legmélységesebb poklokba ássa el magát, magával ránt másokat, és még üvölt is fölfelé, hogy miattad van. Úgyhogy ezek nagyon mély dolgok a szó szenvedésteli, bánatos értelmében. A jó hír az, hogy nem kell oda jutni. Senki nem kötelez téged arra, hogy szenvedj vagy szenvedtes. Egyszerűen csak akarni kell, és valami más lesz, valami jobb lesz. Csak tenni kell. Egyéb kérdés? Én a hazugságról szeretnék kérdezni. Egy szavadat sem hiszem el. Hát ez az. Borzasztóan bosszant. Mindig is bosszantott. Ez a mai napig nem csillapodik. Nem is talán a tartalom, hanem az, hogy ennyire ostobának. Tehát, hogy annyira orbitális, nekem feltűnő a ferdítés, a teljesen mindegy, hogy milyen élethelyzetben. És én marhára meg vagyok elégedve magammal, hogy én mennyire igaz ember vagyok. És akkor engem ez azért bosszant annyira, mert mégse vagyok olyan igaz ember. Mennyire vagy igaz ember? Én annak gondolom magam. Az a baj. Mennyire? Mondd. Hány százalékig vagy igaz ember? 90. Az a másik 10 az mi? Nem mertél 100-at mondani, miért nem? Nem. Mert biztos persze. Volt. Éppen mélyű ember nem mondana 100-at, tehát ez egy kicsit sok. Szerintem mi olyan, az a 10? Szerintem olyan hazugságom, ami más kárára ment volna, olyan nem volt. Oké, tehát a szándékos hazugság, a szándékos létrontás, az nincs. A 10% az mi? Az ugye a szándék nélküli. Tehát, hogy úgy mondasz valótlant, hogy nem akarod. Tehát azt annak hiszed, de valójában nem az. Ez a jóindulatú tévedés. Lehet ezt így fogalmazni? Vagy inkább megóvni a másikat attól, hogy ne toljam oda. A fehér hazugság, amikor ugye megóvni, én tudom, hogy nem igaz, de a másiknak ezt kell hallania, ugye? Igen. Igen. És hogyha valaki 90%-ban ez?
Ezt csak azért mondom, mert ki szeretném venni azt a fájdalmat, hogy akármennyire is igaznak látod magadat, a másik nem lesz az. És ez valahol egy belső ítéletalkotó folyamat eredménye, ez a kín. Hogyha egy nyílt terepen egy bika rohan feléd, mit csinálsz? Kitérek előre. Pontosan. Ha valaki hazugsággal akar téged a földbe döngölni, hogy hidd el, és ezáltal válja művévé, a következményévé, mit teszel? Ott hagyom. Nem tudod ott hagyni, mert mondjuk a kliensed. Tehát félreállsz a hazugság útjából, de jelen maradsz. Tehát a legfontosabb az, hogy belül te lásd 0-10-ig, hogy igaz vagy sem, és igazad van, nagyon sokszor az emberek ferdítenek önvédelemből, gyávaságból, tudatlanságból. Tehát az emberi beszédnek 4 komoly karmája lehet. Igaz, hamis, sem igaz, sem hamis, és egyszerre igaz és hamis. Nézd meg azt, hogy amit mondunk, az mennyire le tud pattanni a valóságról. És ekkor azt a forrást lásd, ahonnan azok a szavak jönnek. Tehát Sungsan Zenmester sohasem a kérdésünkre válaszolt, nem mint hogyha bárki valótlant akart volna állítani. Rád válaszolt. Tehát nézd meg azt a tudatot, azt az elmét, amely a kérdés mögött van, a válasz mögött van, a kijelentés eredete. Ha azt a tudatot látod, akkor nem lehet neked hazudni. Oké? Okay? Nem tudod felébreszteni az embereket akaratukon kívül. Tehát az milyen lenne, hogy mondanak neked valamit, és te beállítod, hogy kedves uram, most 85%-ban hazudott maga nekem, 15%-ben mondott igazat. Nagyon kevés beszélgető partnered maradna. Tehát ilyenkor az igazságra érdemes válaszolni igazsággal. Arra a részre, amit te igaznak látsz, hitelesnek, helyesnek látsz. Az emberben is ez van, hogyha állandóan a hibát látjuk a másikban, soha nem tudunk együttműködni senkivel. Tehát nézd meg azt, hogy abban az emberben éppen milyen karmára, tulajdonságra tudsz alapozni, ami benne is igaz, és igazat is mond róla. Néha ez kétségbejtően kevés és elszomorítóan bizonytalan. Ez így van. Ezért mondja a Zen, hogyha kinyitod a szádat, már hibázol. Kérdés. Mitől kék az ég? Csak úgy. Csak úgy? Hát hogy? Csak hogy? Mitől lett az az ég kék? És nehogy nekem az oxigén molekulák százalékát mondj, mert sírni fogok. Úgy nézek én ki, mit mondom. Szerencsére nem, de ki tudja, hogy telefonon kitől kész segítséget. Hát mert neki az a természete. Nem tudom. Hasonlít. Tehát nézd meg, angolul blue, kurel hanöli purumnida, purudá, az a kék. De az ég nem mondja, hogy kék. Mi mondjuk, hogy kék? Vagy blau, ugye? Vagy blue. Tehát hazugság azt mondani, hogy az ég kék? Nem, csak ez egy emberi fogalom, és az ég ezt soha nem mondta. De mégis konvencionálisan ezt a nevet aggatjuk rá. Mi a keresztneved? Reni. Reni. Ha téged valamelyik borzalmatos éjszakán egy belügyminisztériumi hiba miatt átneveznek központilag Eufrozinává, és az összes hivatalos iratod, ügyfélkapud, mindened átváltozik, lényegileg megváltozol? Nem. Tehát hazugság az, hogy Reni? Hazugság az, hogy Eufrozina? Nem. Gyakorlatilag a személyidben az van, téged erről ismerünk, mert szüleid ezt a nevet adták. Ez nem egyenlő veled. Már itt indul az, hogy a valóság az egy konvenció. Megnevezés szintjén, kijelentések szintjén konvenció.
Koreában nagyon sokszor volt ilyen, hogy gesztusértékű kijelentés, nem igazságértékű kijelentés. Ha ezt nem vezettük volna be, egyszerűen megőrülünk a kulturális különbségek miatt. Tehát gesztus szintű kijelentés, ha te egy ilyet látsz Európában, az az, hogy menj innen. Koreában gyere ide. Ha így csinálod, az akkora sértés, hogy így megrúgnak. Érted? Hihetetlen. Bulgáriában, hogyha ezt látod, az az igen. Tehát itt a valóság különböző szintű jelölése van. Mi az, ami igazán fontos? Az az integritás, hogy amit teszel, azt mondod, mindegy milyen jelrendszerrel. Amit érzel, azt gondolod. Tehát az érzelem, gondolat, beszéd, cselekedet négyese akkor megy egy irányban, hogyha beszéddel is azt jelölöd, ami a másik háromban történik. Ezt hívjuk belső integritásnak. Hogyha tudom, hogy mást gondolok, akkor miért éreztetek valami harmadikat? Amikor teszek valamit, akkor miért mondom azt, hogy nem tettem meg? Na, itt van a hazugság gyökere. Tehát amikor szándékosan szétcsattintom azt az integritást, azt a belső látást, egységet, ami által egészséges személyiség lehetnék. Tehát minden probléma a magunknak való hazugsággal kezdődik, hogy a saját karmánkat nem merjük látni, és ezért megvakítunk másokat is, nehogy tőlük kapjuk vissza ezt a látást. És ezáltal szétcsattintjuk a valóságot. Darabokra. De az előtt mi már belül darabokban voltunk. Úgyhogy nem tudod az embereket arra kényszeríteni, hogy egységesek, tiszták és jó szándékúak legyenek. Néha le kell ellenőriztetni velük a hazugságaikat, hiszen néha nem tudják, hogy hazudnak. Tényleg? Úgy van? Hozz belőle egy darabot, légy szíves, meg szeretném kóstolni. És akkor kiderült, hogy nincs. Érted? Sokféleképpen fel lehet ebből ébredni, csak azt ne enged, hogy a világ elvakítson, és azt se enged, hogy ezért te ítéletet mondj a világ felett. Jó? Úgy lesz. Szívesen. Egyéb kérdés? Sokat hallom azt a kijelentést, hogy a kifelé vezető út befelé vezet. Ez konkrétan mit jelent? Hol van ez a befelé? Ott bent, ahonnan jön a kérdésed. Kifelé könyvek, formák, hagyományok, vallások. Ez mind szép és jó, csak hogyha te befelé nem nyitod meg az utat, és nem mersz látni, nem mersz tapasztalni, nem akarsz letisztulni, nem akarsz felébredni, akkor mindezek a formák, konvenciók, könyvtárak, papok, jógik, guruk, ezek mind haszontalanok. Köszönöm. Szívesen. Előbb említetted, hogy kireszelsz egy 209. kohant. Tetszene mi? Egy megvilágosodott elme minden kohant meg tud válaszolni? Kellő tréning esetén. Tehát a kohanoknak van egy kognitív, hagyományszerű tréningje, az alapok. Vannak bizonyos konvenciók, de a legfontosabb, legegyszerűbb kuanokat ennélkül is meg tudja válaszolni. A fejlődés az ahhoz, hogy mondjuk tényleg magasabb szintet érjen el, ahhoz szükség van bizonyos tréningre. Mondok egy példát, Sung San Zen mesternek volt egy fantasztikus dharma barátja, a tiszteletre méltó Mahagósananda. És ő Téravádin volt, a kambodzsai buddhizmusnak a legfelsőbb pátriárkája, nem csak hogy személyesen ismertem, egy hétig én voltam a szolgálója. És ez egy fantasztikus dolog volt, nem csak azért, mert a legjobb hotelekben lakott ilyen luxusautókkal vittük, én is vezettem meg évek, tehát ez a külső rész, és nem ez a fontos, az a minőség, amit az ember képvisel. A Téravádin és olyan együttérzés volt benne, hogy a tibeti csúcsok zokognak tőle. Gyönyörű volt. És volt olyan, hogy Sung San Sunyimmal együtt ültek reggel 8-kor a zenközpontnak a díszvánkosán, és az egész gyülekezet kérdezhetett. És bizony volt olyan, aki őtőle kérdezett, és ilyen koan stílusú kérdést. Nem egy ilyen húsvér könyvbe lévő koan, hanem egy olyan stílusban megfogalmazott paradox, egyenes, világos zenkérdést, és a tiszteletre méltó Mahagósananda egy gondolkodás nélkül egy olyan választ adott rá, hogy spontán mindenki meghajolt előtte. Tehát igen, van az a fokozat, amikor spontaneitásból, intuícióból
egy teljesen más irányzatban lévő meg tud válaszolni kérdést, és aztán van olyan, hogy az adott kuanhoz ez nem elég, hanem kell valamilyen képzettség. Ez ott is mutatkozik, amikor mondjuk két zenhagyomány, japán és koreai, egy adott kérdésre két külön választ ad, és az adott kontextusban mind a kettő korrekt. De ha összehasonlítod egymással, akkor nem. Vagy-vagy. De az adott kontextusban, hogyha a japánt ismered, tudod, hogy miért gondolják így, és miért csinálják, ha a koreait ismered, akkor ugyanígy tudod, hogy ott miért ez a megoldás. Vagy az adott tanító mentalitását ismerve miért ez a megoldás. De itt van egy olyan, ami szerintem ezt fölülírja, csak kötelességem ezt a módszertani választ adni, ez pedig az a fajta tiszta tudat, amelyről nem tudod, hogy hogyan nyilvánul meg, de az adott pillanatban teljes és tiszta. Tehát a teljes, tiszta, hézagmentes, ezek olyan tapasztalások, amelyekre nem lehet gombot varni, nem lehet definiálni, nem lehet módszertanba szépen itt beszorítani. De a válaszom első fele azért kellett, hogy hagyományosan, világosan meg legyen alapozva, hogy van, amire tud válaszolni, van, amire nem. De ettől még helyes. Ettől még tiszta. Jó? Délelőtt mondtad, hogy nem jó, ha a férfi hazaviszi a napi problémát. Vagy meg amiben... a nőse. Pontosan. És ezt akartam kérdezni, hogy a nőse viheti haza? A női már otthon van. Csak azért, mert hogy én alig várom mindig, hogy mondjam a páromnak, hogy mi történt. És de hogy... hát itt nem problémát viszel haza, hanem a dharma nemes fénye által vezérelve hazaviszel valamit, ami nem probléma. Tehát akár férfi, akár nő, anyuka vagy apuka, nem mindegy, hogy mit rakunk a családi asztalra vacsorakor. Tehát nagyon jó, hogyha a munkahelyi problémák a munkahelyen maradnak. A lelki részét persze átbeszéljük a társunkkal, de nem várhatod, hogy megoldja. Tehát a munkahelyi problémát nem a család fogja megoldani. És ne lőcsöljük rá a másikra csak azt a frusztrációt, kínszenvedést és egyebet, amit nem tudunk magunkban tartani. Ez nem őszintétlenség, nem leválasztódás, hanem az, hogy ami az ő dolga, hogy hallja, azt elmondod. Amit nagyon mélyen meg lehet beszélni, megbeszéled. De nem panaszkodunk. Nem várod el, hogy a másik jelenlétéből, egy intim, családi vagy párkapcsolatból a te munkahelyi problémád megoldása megjelenik. És éppen ezért, ami a család dolga, azt a családdal beszéled meg, ami a munkahelyen a kollégák vagy a főnök dolga, azt ővelük beszéled meg. És nem ugyanúgy a családi problémáiddal nem terheled a munkahelyedet, pedig ez rendszeresen előfordul. Tehát ki beszéled a családodat a munkahelyen, egyszerűen azért, mert a családon belül nem találsz megoldást azokra a problémákra, amelyek ez úgy egyébként a nagy családon, a klánon kívül senkinek semmi köze. Úgyhogy meg kell tudni különböztetni a kettőt, és akkor nem szennyezi be egyik a másikat. Jó? Szívesen. Visszatérnék egy picit arra, amiről az előbb beszéltél, hogy mondjuk 40 év gyakorlás után valaki lejön a hegyről, abbahagyja a gyakorlást. Itt mi a tudatában a legerősebb szennyezettség? Mit lehet itt kiemelni? Az, hogy ő Buddha. Ez a legnagyobb szennyezettség. De ez a ragaszkodás? Igen. Egy hamis önképhez való ragaszkodás. Ezért van az a koan, hogy kőbuddhák nem mennek át a vízen, fabuthák nem mennek át a tűzön, fénybuthák nem mennek át az olvasztó kemencén. Leszámítva az okokozatot természetesen, azzal együtt, de mi váltja ki, hogy így megszédül egyelőre valaki? Egyelőre a veszélyérzetet szeretném csökkenteni. Ez a templom, ahol most ülünk, körülbelül 108 méterrel van a tengerszint fölött. Tehát ez nem olyan magas hegy, hogy ilyen atmoszférikus duzzanatok keletkeznek a homlokodon, hogyha kimész innen. És egyikünk sincs, még a koreai ilyen nagyon-nagyon sokat gyakorló szerzetesek sincsenek olyan elzártságban, hogy így elszoknának a humántól. Tehát ott 3 hónap elvonulás, 3 hónap utazás. Tehát egyszerűen nem tud akkora különbség kialakulni, amiben ez a dharma buborék ilyen szilárd kéreggé fejlődhetne, hogy én a Buddha, de senki más. Tehát első... A hagyománynak van egy nagyon komoly pontja, amikor a Buddha tényleg eléri a felébredést, és azt látja,
hogy mindenkiben megvan ez a buddha, csak nem látják. Tehát nem ébredtek fölre, de mindenkiben megvan ez, és amilyen mértékben realizálod, oly mértékben látod, hogy a másikban is megvan. Tehát már ott egy óriási tévedés van, hogyha valaki azt mondja, hogy én, és csak is én, és más pedig biztos nem. Mert akkor tuti, hogy valami egész más az állatfaja. Igen, de akkor mit értel 40 év alatt? 40 évig lehet véleményeket itten belül tartogatni, főleg, hogyha senki nem ellenőrzi a tudatot. Tehát a Kuan Praxis azért van, hogy te ne tévét nézzél itt bent. Hanem együssz oda, azt kiderül, hogy nem tudod. Ott úgy kiderül, hogy nem tudod, hogy az nagyon. Ez, mondjuk... ez az elmének az egyik legnagyobb gyógyászata, elmegyógyi, hogy te a fix tudástól, hogy te ki vagy, meg mit értél el, te ott bent szabaduljál meg rögtön, és én itt tök cukorgombóc módon így meg is mutatom, hogy hogyan néz, csak így üsd meg a padlót, így. Ugye most nem gondolkodtál kicsikén, ugye te gyönyörű kicsi buddha, most nem gondolkodtál, és ez nagyon jó neked. Tehát se hamis önkép, se úttévesztés, se az, hogy elértél, vagy nem értél el valamit. És most, hogyha érzed az együttérző bölcsesség kiáradását azokban, akik ezt túladagolva kapták az elmúlt két hónapban, hát te pontosan tudod, hogy mennyi hülyeségtől szabadultál meg eddig, és ez még csak a kezdet, hidd el. Tehát itt még olyan rétegek vannak, hogy nincs az az archeológus, ami ott tárt föl az őstörténetben. Tehát itt pont a fordítottja van annak, amit a nagybetűsben keresnek, itt még azt is elfelejted magadról, amit joggal hihetsz. Kész. És amit még magadra aggatnál, attól meg tartózkodsz. Tehát azt a címkét, azt biztos nem. Van olyan, hogy kellő tanítás hiány évtizedekig rossz irányba mennek, egyszerűen azért, mert egy fogalmat vagy kifejezést abszolútnak értékeltek. De amit már te kimondtál, ami náma, rúpa, név és forma, az mind relatív, mert mind teremtett, mert mind ki van téve a változásnak, a karmának, stb. Tehát nincs ez a címke, amelyik abszolútot jelölhetne, mert az abszolút az nem címkézhető. Ezt jól jegyezzük, mert hogyha kinevezi valaki magát valakinek, valaminek, akkor ott tényleg be kell gyűnni, azt elmekkortani szakvéleményt kell kérni, és tényleg kiderül, hogy most zenmester, vagy pedig kókler, szélhámos, vagy igaz, nagyon gyorsan kiderül. Ugyanis ezeket a neveket, címeket, ezeket általában a hagyományban kapjuk. És egy adott csoportban minél ambiciózusabban törekszik valaki egy cím elérésére, annál messzebb kerül, legalábbis egy normális tanító esetén. És láttunk ám olyat, hogy Sun Tzu-nyi nyomdokában embereken elképesztő evező mozdulatokkal pedáloztak, hogy valahogy az ő nyomdokaiban elérjenek valamit, és tőle kapjanak elismerést. Nagyon sokat dolgoztak, nagyon sok évig, és hogyha letettek erről a céljukról, akkor meg is kapták. Ha tényleg dolgoztak, tényleg változtak, tényleg segítettek, tényleg letisztultak, akkor meg volt az elismerés. De amíg akarta, addig nem. Úgyhogy ez csak azért, hogy ki mit gondol magáról. Itt, a 7 hektárnyi templom területen, a pilisi természet gyöngéd, lágy ölén rengeteg a munka. Kívül is, belül is, évekre elegendő. Hogyha valakinek ilyen ambíciója van, nyugodtan lehet haladni. Sokáig. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Egyéb kérdés? Ugye a Tantien gyakorlatot végzünk. Meghalás folyamatában milyen szerepe van a Tantiennek? Fogalmam sincs. Még annyira nem haltam meg, de a Tantienemet itten dédelgetem, és én tök jól érzem magam. Szóval, minél kevesebb a gondolat, annál nagyobb az energiatartalom. A boldogság az definiálható úgy is, hogy a legmagasabb energiaállapot a legkisebb önképpel, legkisebb információtartalommal. Amikor az ember távozni készül a testből, pont a fordítottja szokott történni, ha nincs elég energiája, rengeteg képzet önti el az elmét. Rengeteg olyan illúziója, tévképzete van,
amely ezt a folyamatot szükségtelenül nehézzé és szenvedéstelivé teszi. Hogyha az utolsó pillanatig a tantiemben marad, akkor az univerzális energiáról nem válik le. Ez a csakra a legközvetlenebb kapcsolata nem kettős energiára, az univerzális eredeti egység energiára. Ezt a tudomány soha nem fogja neked kvantálni, visszaigazolni, definiálni és lexikonokban szépen bizonyítva továbbadni. Ez vagy tapasztalható az ember számára, vagy nem. És hogyha tapasztalod, akkor a tiéd. És amíg a tantiemben maradsz a testben, addig energia jön. Addig teljesen éber vagy, magas energiaszinten vagy. És hogyha halál közelettével nem veszed komolyan az elmének a hánytorgásait, akkor az egész sokkal inkább egy áttűnés, egy finomabb átmenet, mint a kiszakadás az érzékszervi világból. Hanvas Béla mondta, és tudom, hogy már sokszor idéztem, de ide nagyon fontos most, hogy ő neki semmi más kívánsága nem volt, csak az, hogy a halál kapuját teljes éberségben lépje át. Hát ezt az özvegy megmondhatja, hogy sikerült, hiszen ott volt, de igazából ehhez nagyon magas energiaszint kell, hogy éberen távozz a testből. Ezt a tantien fókusszal az utolsó pillanatig meg tudod valósítani. És ekkor az átmenet ébersége valamennyi garanciát ad arra, hogy nincsen felesleges fordulat a bardóban. Nincsen felesleges további energiavesztés a bardóban. Hiszen akinek van, annak adatik, akinek nincs, attól még az is elvétetik, amilyen van. Idézet vége. Ez csak is erre az energiára igaz így. A vonzás törvények nagyon jól működnek, testben és testen kívül is. Tehát nem azért gyúrunk tantienre, mert jól néz ki, hanem azért, mert az osztatlan, nem konceptuális, nem keletkező, nem megszűnő energia záloga annak, hogy testben és testen kívül egyaránt tiszta tudattal bírjunk, pont. Jó? Köszönöm. Szívesen. Ha például szenvedünk a meditációban fájdalomtól, láb, hat, mindegy milyen, és de ugye szenvedsz. Hát, így vagy fogalmaztam. Vagy csak a tested fáj. A testem fáj. Akkor nem szenvedsz, fáj a tested. De ez a fájdalom generál bizonyos gondolatokat, ami ez a fájdalom kivált bizonyos helyzeteket bennem, uh-huh. És a kérdésem az volna, hogy ugyebár pont ez a kapu átlépés, egy halál, gondolom, hát nem minden helyzetben fájdalmas, de mondjuk az, hogy 90%-ban fájdalmas. És ha mondjuk én ezt türelemmel és tantien fókusszal kezelem ezeket a fájdalmakat ugyanígy, akkor valójában meg tudom tanulni egy huzamosabb idő után, mint tudom én 40 évig gyakorlok, hogy ezt a fájdalmat olyan szinten tisztán tudjam elviselni, hogy ezt a halál fájdalmat is ugyanis így a kapun át tudnak menni. Ne tévezd össze a szenvedést, a fájdalmat, a vesztességet és a halált. Ez a négy, ez nem ugyanaz. Tudsz szenvedni fájdalom nélkül, a halál önmagában egy olyasféle folyamat láthatod, amiben van fájdalom, de nem szükségszerűen, az van, aki egyszerűen leáll a szíve és kiszállt. Semmilyen fájdalmat nem érzett, maximum egyébként szúrást, a szervusz. Tehát ez a négy, ez nem ugyanaz. Ezt a négyet azért nem szabad összekeverni, mert akkor belehalsz a fájdalomba, belehalsz a veszteségbe, szenvedésként fogod fel a halált és a többi. Ezt nem keverjük. Az a fontos, hogy ezt a négyet a maga csatornáján jól lássuk, és akkor semmi probléma. Valójában a testből való kimenettel mindenkinek egy teljesen egyéni tapasztalás. Nem lehet semmiféle általánosítást erre rakni. Van, akinek megváltás. Annyira rossz állapotban volt, annyit betegeskedett, annyit szenvedett a fájdalomtól, a betegségtől, hogy neki már megváltás az, hogy ezt ott hagyhatja. Oké? Van, aki úgy szenved, hogy egy darab fájdalma nincs. Például a magánytól. A magány nem fáj így fizikailag, de a léleknek ez fáj a legjobban. És nincs olyan érzet, hogy téged most szúrnak, vágnak, döfnek, szaggatnak. Ilyen testetlen, hűvös, megfoghatatlan nyomor és borzalom. Az elszigeteltség.
Okay. Úgyhogy gyakorolj. Ne csak 40 évet. Mi azt szeretnénk, ha többet lennél itt. Egyéb kérdés? Nekem följött most valami ülés alatt egy gyerekkori kép, amikor uraltak, de nem emlékszem rá. Apám volt a szituációban, és miért nem emlékszem rá? Tehát, mint hogyha lenne egy védelmi mechanizmusom, vagy valami, amit eddig nem láttam, mi ez, mi van mögötte? Ez a védelem, hogy nagyon fájna, ha látnád, és ezt a tudat előzetesből egyszerűen visszanyomod. Tehát van olyan, hogy a tudatos és a tudattalan között egy szürke zóna, ahol már érzed, de még nem tudod. Tehát félig tudatos az egész. És az átmenet során az elme méri, hogy Úristen, mi lenne, ha ez teljesen tudatosodna. És van egy fájdalom küszöb, amikor visszanyomja. Tehát elővételezi joggal, korábbi tapasztalatok alapján, ha ezt én teljes egészében látom, belehalok, megőrülök, szétszakadok, darabokra török. És akkor visszanyomja. És ekkor türelem. Nem csak a nők vajúdnak, a férfiak is vajúdnak néha, csak belső szülés, nem külső. Köszönöm szépen. Szívesen. Ha látnod kell, látni fogod. Ha nem kell látnod, nem látod. Ezelőtt, ha meg tudsz hajolni, ez az igazi alázat. Egyéb kérdés? Szúnyom, az előbb beszéltél a helyzetfelismerés, kapcsolat és cselekvés hármasáról. Cselekvés-termőködés, így van. Az elsőt és az utolsót azt lehet, hogy értem, de a kapcsolatról mesélnél egy picit, hogy ez mit jelent? Érti házasságban most mit mondjak neked? Hát nem egészen erre gondoltam. Én se. Te, amikor egyszer, én se. De mindig kiderül, hogy jobb, mint amit elgondoltál. Egy szó, mint száz, a kapcsolat az, hogy mindig van egyfajta viszony a környezethez, legalább egy másik lényhez, vagy ember, vagy szúnyog, vagy a kettő közti méret valahol. Tehát olyan nincs, hogy ne legyen egy helyzetben valamilyen kapcsolat, sőt kapcsolatteremtés. Mert valójában ez teljes kifejezésben helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés, együttműködés. Az így lenne. Nagymester így mondta, situation, relationship, function. De a teljes értelmezése az ez. Tehát mindig valamilyen kapcsolatot teremtünk, vagy elhelyezkedünk benne, vagy mások megteremtik nekünk. Olyan, hogy kapcsolat nélküli helyzet nincs. Olyan, hogy valamilyen kölcsönhatás ne legyen, működés, olyan sincs. Tehát ember, világ, közlekedés a kettő közt. Ez alap. És hogyha az egyik nincs rendben, a másik kettő sincs rendben. Köszönöm. Szívesen. Miért van az, hogy az ember, ha tudja, hogy csak a gyakorlás a feladata minden nap, hogy tegyen le valamit az asztalra, és mégis szabotálja önmagát, és nem gyakorol, és kihagy esetleg gyakorlásokat, és pedig csak ennyi lenne az egész, hogy életünk végéig minden nap csináljuk. És akkor egy emelkedettebb szintre, akár a megvilágosulás szintjére juthatnánk. És mégse tesszük azt, és még sokszor akkor se, hogyha itt jártak, ahogy te is mondtad, hogy milyen fluktuáció van, vagy aki lejött a hegyről, és, de mindenki tudja, hogy mi a feladat, az elején tisztázva van, és csak csinálni kéne, és mégse történik meg ez nagyon sokszor. Ez így van, ahogy mondod. Mi ezzel kapcsolatban a kérdésed? Az, hogy mi az az emberekbe, ami szabotálja ezt a feladatot, amit kellene tenni. Most melyik sorból kérdezed? Tehát annyi önfelmentő mechanizmus van, olyan öncsalás hálózat van. A kedvencem az, hogy jobban tudja. Hát ő már a tanítónál is jobban tudja. Ő már többet is gyakorolt, mint Buddha Sákyamuni, ő maga. Ugye? Tehát jobban tudja, vagy őt nem ismerték el, vagy hogy ő már annyira letisztult, hogy itt ez a környezet nem is adhat neki semmit. Tehát az önfelmentő, öncsaló, valóságtagadó mechanizmusok százai, ezrei vannak. Miért? Mert mindegyikből az egoitás újra akarja termelni önmagát. Tehát vissza akar menni a megszokott szenvedésteli állapotba, ahol ő azzal a tévesnézet, harag és kapzsiság együtthatóval bír, ami figyelmet követel, szeretetet vonz,
kierőszakol valamit a környezetből, úgyhogy neki ne kelljen változni, ahol mindig neki van igaza, ahol mindig neki áll a játék, és mindig ő nyer. Tehát az az elképesztő emberi erőfeszítés, hogy valahogy a törvényen fölül álljon. Valahol egy elkülönült egoitást tételezzen, amire nem érvényes az, ami a világ többi részére, erre a pornépre, erre a mindennap gyakorló, ilyen alázatos, szerény tömegre, ezekre érvényes, de rám nem. Mert én már mindenki fölött állok. Érted? Itt lehetne itt ragozni, az istenképpel való azonosulás, a buddha állapot teljesen hamis felvétele elmében. Ezt lehetne, de a mélyen mindig az van, hogy hogyan tudja az elkülönült énség, az abszolút egoitás restaurálni önmagát. Ebben van benne. Semmi más. És mihelyt restaurálódott, és mihelyt újra szenved és szenvedtett, úgy érzi, hogy életben van. Sőt, hogy oka is van az életének, mert ő speciálisan csak így tudja. És ezt így kell mindenkinek elfogadni, hogy oda kakiltam a padlóra, és fel se törlöm. Mert ez az én kakim. De nem büdös. Nehogy azt mondd, hogy büdös, mert akkor megütlek. Nagyjából ez a mechanizmus, amit most elmondtam. Köszönöm. Szívesen. Én a családállításról kérdeznék tőled, hogy mi a véleményed róla, és hogy ez miben segít elő, hogy megismerjem a saját karmámat. Egy családállítás pontosan annyit ér, amennyire tiszták a benne résztvevő tudatok. Ennyit tudok róla mondani így innen. És hogyha egy nagyon jó terap, közösség vagy csoport környezetébe kerülsz, akkor nagyon sokat segíthet, hogy a belső archetipikus valóságot a külső térben tükörszerűen képviselet által megjelenítse, és egy olyasféle tisztulás induljon be, az éntelenedés, rálátás, elfogadás által, amely változást tényleg kivezet a szenvedésteli karmába. Ez lehetséges, de sehol nincs megírva, hogy ez automatikusan bekövetkezik. És ha olyan minőségű tudatok vesznek részt ebben az állításban, amelyek sem önmagukkal, sem a valósággal nagyrészt nincsenek tisztában, akkor többet tud ártani, mint használ. Akkor, hogyha illúziókat dobunk egymás fejéhez, hogyha szerepeket játszunk, hogyha az elérni kívánt eredményt tesszük bele, és nem azt, ami tényleg van. És az abból kiinduló irány lenne a tényleges, helyes döntés, és nem pedig az, hogy most valami ideológikus megoldást ráakasztok a végére. Tehát nekem valahogy egy ilyen elképesztően szerencsés karmám, hogy az elmúlt 10 évben több száz állításon tudtam részt venni valamilyen módon, és ebből egy olyan képzésnek a részesévé válhattam, amiért nagyon hálás vagyok, mert engedte látni azt a párkapcsolati és családi karmát, természetesen az egyénit és a csoportost is, de a párkapcsolati és a családi karma az, ahol a legtöbbünknek elképesztő házi feladatai vannak, elképesztő szennyeződései, torzulatai, traumái vannak. És hogyha ezeket nem egyengetjük ki, nem gyógyítjuk meg, akkor a következő születésünkben megismételjük őket. Ez a szakneve transzgenerációs karma. Teljes joggal szeretnénk azt, hogy ez ne ismétlődjön meg. Hogy tényleg egy magasabb szinten másoknak inkább segítve sem, mint tőlük segítséget kérve kelljen élnünk. Ugye a konstelláció, egy kicsikét szaknyelven fogalmazva, egyik lehetőség erre, de a konstelláció után kell az a meditáció, amely szépen a külső térből a belső térbe visszaírja az egészet, és a tapasztalatból egy olyan hitrendszer születik, amely megfelelő értékrenddel megtartja az állítás eredményét. Hát ha nem, akkor 2 hónap múlva újra felállítjuk, 2 hónap múlva újra felállítjuk, aztán megint, és így leszünk szeretett mezőfüggők. És elképesztően elvárjuk magától, a folyamattól, hogy megoldja a bennünk lévő problémát. Nem, rá fog mutatni, meg fog tisztítani, erőt fog adni, de helyetted nem fogja megoldani. Ez elképesztően fontos. Tehát itt nyugaton tényleg úgy várják néha az emberek ezt az alkalmat, hogy végre,
kitehessék a térbe azt, ami belül van, mint a megváltást magát. És ez sem működik az ilyen, azt mondom, abszolút értékűnek kikiáltott nyugati paradigmában. Most nagyon óvatos vagyok. Úgyhogy használd, lásd a tól-íg határait, és tudd azt, hogy az a probléma, amit te teremtesz, az csak te oldhatod meg. A mező ebben segít, a képviselet, láttatás segít, de a konstelláció után kell a meditáció, hogy te azt internalizáld önállóan, világosan és kellő főhajtással vidd az életedben azt a tanulságot, amit leszűrtél. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Vannak olyan személyek, akik úgy értik el a felébredést, hogy tulajdonképpen nem is tudják, hogy elérték? És ez hogy lehetséges? Akár, vagy van olyan, akár, hogy praxis nélkül is elérik ezt? Van. Láttam ilyet Európában is, Ázsiában is, akik nagyon magas szinten voltak, és nem gyakoroltak, de a korábbi gyakorló karmájuk volt az, ami vitte őket belül. És külső formája ebben az életben egy jó darabig nem volt. Ezt hívják tényleg lebegésnek. Ilyenkor egy darabig bírja a terhelést, de mivel tudatosan nem gyakorol, egy adott küszöb alatt beszakad, és akkor szétesik. Ezt hívják a dharma tehetetlenségének. Tehát feldobsz egy követ, és amíg van hajtóerő, addig az megy fölfelé, utána a gravitáció szépen visszahúzza. És a legnagyobb lehetősége az ilyen embernek, hogy felismeri egyszer csak, hogy ups, hogy ez honnan van. Hogy én miért vagyok egy kicsit más, mint a többi, és akkor nem ítéletalkotással fordul a muglik felé, ugye, hanem elkezd gyakorolni egy igazi belső mágiát. Ez egy iszletesen fontos, hogy ha felismered, hogy valami értéket hordozol, azonnyomban gyarapítsd, és ne a külvilággal foglalkozz, hogy most mit láttak meg belőle, meg mit nem. A felismerése általában egy olyan ember által történik, aki gyakorol, mert benne tudatos. Aki nem gyakorol, de hordozza az értéket, abban nem tudatos. És akkor egyszer csak oda mennek hozzá, és hogy ember. Tudod, milyen minőséged van? Nem, de jól érzem magam. Na, elmondom, meddig érzed jó magad, jó? Hogy egy kicsikét felrázzalak, és vedd ki a kezedet a Buddha biliéből, és legyél szíves gyakorolni, mert ha nem, nem töltöd újra az üzemanyag tartályaidat, és egyszer csak elfogy a hajtóerő, viszontlátás. Vagy ha úgy érzed, hogy végtelenre vagy töltve, akkor próbálj meg segíteni minden lénynek. Jelenleg 8 milliárd váró lista van, sok a munka. Úgyhogy igen, vannak, akik azt mondom, parkolópályára tették magukat, úgyhogy nagyon jól indultak. Ez általában egy nagyon középúton lévő, békés, harmonikus életvitel, ahol minimalizált szenvedés van, és maximalizált erőfeszítés úgy, hogy senki nem izzad bele, senki sem szakad meg bele. Örökölt vagyontól kezdve, örökölt tudásig, beleszületésig, nagyon sok minden ilyen van. Ezt korábban meg kellett termelni, hogy te beleszülethess valahova. Érted? De ha nem termeli újra, ha nem válik tudatossá, ha nem válik aktívvá, akkor biztos, hogy el fogja veszíteni. Ha nem most, akkor később. Értjük? Jó. Köszönöm. Szívesen. Én valahogy úgy ismerem meg a egómat, hogy ilyen nagyon ellenálló. Olyas, mintha valami ellen így folyton dacolna. El tudod-e fogadni a dharmát? Szerintem nincs választásom. De, dacolhatsz vele egy darabig. Néha úgy érzem, hogy ezt teszed. Ismered a törvényt, de az érvényességét saját magadra nem akarod elfogadni. Ezzel nem vagy egyedül, egy Prométeusz nevű úriember ezt elkezdte, és nagyon sok követője van azóta is. Csak az a baj, hogy a sas, a legfelsőbb szellemiség szimbóluma, tépi a máját minden nap. A máj pedig az, ami elnyeli az érzelmeket, például a dühöt elnyeli. Tehát amikor dühös vagy a létezésre azért, mert olyan, amilyen, azok a törvények érvényesek, amilyenek, hogy te lázadsz. De a legfelsőbb szellemiség megmutatja, hogy aki erre a földre született, az nem kivétel a törvény alól. Ha tudja, ha nem. Ha az írott, ha az íratlan változatot ismeri, akkor sem.
Tehát ez a dacolás, a lázadás, ez akkor szűnik meg, amikor elfogadod a darmát, azt a törvényt, azt a működést, amelynek mindannyian alá vagyunk vetve, mert emberi testbe születtünk, úgy nagyjából emberi lélekkel. Ezért kérdezem, ha a darmát elfogadod, akkor a dac kis d-vel az meg fog szűnni egy idő után, és belesimulsz a létezés folyamatába. Erről már a taoisták beszéltek nagyon sokat, hogy belesimulni a folyamatba. Nem az, hogy menj az árral, meg ússzál a szennyvízzel, nem. Válj egy a lét folyamatával is. Ez nem a lét forgataga, ez a kaotikus, szamszárikus borzalom, hanem az a harmonikus létezés, amiben beleszülettünk, benne vagyunk, és halálunkig benne leszünk. És hogyha mi nem kezdjük el rázni, akkor nagyon finom színusz hullámokban tud ez érvényesülni. Tehát a változások lehetnek nagyon harmonikusak, nagyon normálisak. Ha az ember dacol, akkor állandóan csak az árral szemben óhajt úszni. Ez nem azt jelenti, hogy azt kövesd, amit a többség, hanem hogy ne dacolj a törvénnyel, mert akár dacolsz vele, akár nem, az beteljesedik rajtad. Tehát az ok és okozat törvénye világos. Úgyhogy én elmondok neked, és így a dharmabeszéd végén mindenkinek egy olyan történetet, amely benne van a Kuan könyvünkben, ez Pajcsang és a róka. És a róka az, amik a ravasságával mindig ki akarja kerülni a törvényt. Hogy majd ő okosabb lesz, majd ő valami egérutat talál, vagy valahogy ezt az egészet kibulizza, hogy ne úgy legyen, ahogy eddig. Úgyhogy dharma beszédkor, mint ahogy most is, a Pajcsang kolostorában mindig a hátsó sorban megjelent egy öreg ember. És egyszer, amikor már sokadszorra volt jelen, a szerzetesek, hát senkit nem rúgnak ki, de most bejönne valaki, hogy szeretne dharma beszéden részt venni, nem taszítanánk el, mert nem jelentkezett. De nem megmondanánk, ugye, hogy regisztráljon, de hát. Akkoriban ilyen probléma nem volt, és amikor Pajcsang megkérdezte az öreg embert, hogy te ki vagy, és miért vagy itt, akkor azt mondta, hogy én nem vagyok emberi lény. 500 generációval ezelőtt ezen a hegyen voltam apát, mester, és valaki megkérdezte, hogy a megvilágosodott lényre igaz-e az okozatiság törvénye, érvényes-e a dharma a Buddhára. És erre én azt mondtam, hogy nem. Ezért a hibámért 500 születésen keresztül rókatestet kellett viselnem. Kérlek, mondd ki a helyes tanítást, hogy megszabaduljak. És erre Pajcsang így szólt, az ok és okozat törvénye világos. Az öreg ember meghajolt, és azt mondta, holnap a domb túloldalán egy barlangban meg fogjátok találni a rókának a holttestét, kérlek, temessétek el a szerzeteseknek kijáró szertartás szerint. És ez meg is történt, akkor annak van további része, ami most nem tartozik ide. És róka vagy rókadémon az a keleti mitológiában mindig az, aki megtéveszt másokat, nagyon igaznak tűnő, sőt mosolygó beszéddel, valójában elsősorban magát téveszti meg. Ő maga ravasságának az áldozata. Mert azt hiszi, hogy valamit ki tud találni, amitől a törvény nem érvényes rá, amitől az ok és okozat nem teljesedik be rajta. És azt kívánom, hogy mindenki vegye észre magában ezt a rókát, amelyik 10 000 féleképpen próbálja a ravasságával az énségét újra termelni, és mindig hazudik, és csak úgy lehet ettől megszabadulni, hogyha attól az igazságtól nem távolodsz el, amik a törvény működéssel. Köszönöm, hogy eljöttetek, hogy ezt a délutánt és így a napot délelőttöt is együtt tölthettük. Kívánom azt, hogy gyakoroljunk együtt, haladjunk tovább a felébredés útján, és segítsünk minden lénynek, ahogy csak tudunk. Köszönöm a figyelmet.